Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj egy hétvégi jóslást, például kérdezheted, hogy alakulnak a dolgok hétvégén, vagy mit csinált ő a hétvégén, vagy mit tervez ő hétvégén. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák a pénteki napon, itt a képen Freitag, és ez pénteket jelent. Ha megnézem ezt az alakot ott felül, hát bizony én nem bíznék benne, olyan furcsa az arca, bizalmatlanságot vált ki legalábbis nálam. A háttérben ott vannak a sátrak, az jelentheti az otthonodat, a környezetedet. És mivel itt valaki úgy közeledik hozzád, vagy ott van a környezetedben, számíthatsz arra, hogy ez az illető rossz szándékokkal közeledik hozzád. Itt a képen egy férfi látható, de ez lehet egy nő is. Ez a kép utal gyakran egy tolvajra. Az is lehet, hogy úgy érzed, hogy valaki ellopott tőled valamit, vagy ellopta a lehetőségeidet, vagy rabolja az idődet, az energiádat. A sátrak jelenthetik a biztonság érzetét is. Valaki nem akarja azt, hogy jól érezd magad, hogy legyen nálad ez a biztonság, például az anyagi biztonság, vagy egy stabil munkahely. Ott alul láthatóak az érmék, és ez jelenti az anyagi dolgokat, vagy a munkahelyet, de lehetnek a belső értékek és az elismerések. Ez a férfi sokkal nagyobb, mint a gyermekek, ott van a kezében az arany érem, illetve az érmék. A gyermekek kisebbek, kapnak valamit, de mégis érezhető a kártyán, hogy itt van különbség, hogy ez a férfi különbséget tesz. És ez jelentheti, hogy igazságtalanságok értek téged, például a gyermekkorban. Az is lehet, hogy igazságtalanságok vannak a gyermekeidnél, különösen a munkahelyen. Ebben az esetben a tolvaj segíteni tud, hiszen a tolvaj el tudja távolítani az igazságtalanságokat. A kép azt is jelentheti, hogy a gyermekkorodban történtek igazságtalanságok, mert kevesebbet kaptál, mint mások, és megvannak ezek az emlékek, akkor jó, ha a tolvaj ott van, mert akkor eltávolítja ezeket a szomorú emlékeket. A másik kártyán itt a fő papnő látható, a kezében van a sorsok könyve, ez utal a sors utakra, és ez meg van írva a sorsok könyvében, mondhatnám azt is, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. A főpap nő az utal spirituális területre is. Lehet, hogy a munkahely eltávolodik, ahol téged igazságtalanságok értek, és a tolvaj az eltávolítja a munkahelyet, a tolvaj azt is jelentheti, hogy nem fizettek annyit, amit megérdemeltél volna, hiszen eltávolítja a pénzt, tehát kihasználtak téged anyagilag a munkahelyen, és most vannak lehetőségek munkahelyi változásra, és ez lehet egy spirituális terület is. Amit a főpapnő számomra még jelent, hogy képzeld el, van lelkünk. És a lelkünk az mindig megmarad.
Tehát, ha elbúcsúzunk az élettől, a lelkünk az él tovább valahol. Sőt, az is lehet, hogy a lelkünk újra és újra visszatér a földre. Itt vannak emlékek a múltból is, és vannak kármikus témák is. És az azt jelenti, hogy a lelkünknek van két számlája, mint egy bankszámla. Az egyik számlán vannak a jó dolgok, a jó tettek, a másik számlán vannak olyan helyzetek, vagy olyan dolgok, ahol hibáztunk, ha megbántottunk valakit, ha rosszul cselekedtünk. Tehát vannak jó cselekvések, és vannak rossz cselekvések. Ez nincs elfelejtve, ez nincs lezárva, mert a lelkünk ezt ki kell, hogy egyensúlyozza. És már most, jelenleg is gondoljunk erre, hogy mindaz, amit teszünk, azért felelősek vagyunk. Mert előbb vagy utóbb ez visszatér hozzánk, vagy jó formában, mert jókat tettünk, vagy rossz formában, mert valakit megbántottunk, rosszul cselekedtünk, hibáztunk. És most megnézzük a szombati napot, az középen van, Samstag, szombat. Ott felül látható egy fiatal fiú, aki integet, tehát valaki közeledik hozzád, rád köszön, találkozni akar veled. Ez lehet a gyermeked, de ez a fiatal férfi szimbolizálhat újdonságokat is, hogy például ő közeledik most hozzád, és alatta látható a hold, ez jelentheti az anyai témákat, itt anya-gyermek kapcsolat is lehet, amit a hold még jelent, ezek az álmok, a vágyak, az elképzelések, lehet, hogy arról álmodozol, hogy ő közeledjen hozzád, vagy nála van meg ez az elképzelés, ez a terv, hogy hamarosan integet neked, hiszen találkozni akar veled. Ott középen, jobb oldalon láthatóak az érmék. Ez jelenti a jólétet, hiszen sok érem van körülötted. Ez lehet az anyagi helyzet, ez lehet a munkahely, lehetnek értékek, elismerések, de itt a 9-es szám hat. És a 9-es szám olyan, mint egy kerítés. Amikor úgy érzed, hogy igen, eddig elérkeztem, eddig minden sikerült, de nem tudom hogyan tovább, hiszen itt a kerítés, és nem látok át a kerítésen, nem tudom, hogy mi van a kerítés mögött. És itt kell az élet erő átmászni ezen a kerítésen, hogy legyen egy új kezdet. Ezek lehetnek munkahelyi változások, ez lehet családi kapcsolat, változások az anyagiakat illetően, vagy a párkapcsolatban jelenti a belső értékeket, az elismeréseket is. De sikerülni fog áttenni magadat a kerítésen, hiszen szombaton már látható, hogy ott felül uralkodsz. Te vagy a királynő. Királynő az érmék felett. Rendezed az anyagi dolgokat, biztos vagy abban, hogy megvan a tehetsége, te is tudsz nyújtani valamit, vannak értékek, amit a kezedben tartasz, és ezek lehetnek belső értékek is. Elfoglalod a helyedet az életben, a párkapcsolatban és a munkahelyen, és rendezed az anyagi dolgokat. Ott alul látható, hogy ez a férfi közeledik hozzád, átnyújtja számodra a kejhet, az azt jelenti, hogy kimutatja az érzelmeit, te is átnyújtod számára, te is kimutatod az érzelmeidet, és ő ezt elfogadja.
Itt látható a szerelem, a közeledés, szerencse a párkapcsolatban. És a kártya mellett újra a kettes szám van, te és ő. Itt lesz egy új irány, érezhető a tűz eleme, a bátorság, a mozgás, a lelkesedés, a szenvedélyek. Ez a férfi más irányba tekint itt ezen a kártyán, változni akar valamit, változtatni akar valamit. Ez lehet egy utazás is, hiszen a kezében van a glóbusz, ez jelent külföldi kapcsolatokat, vagy tervez veled együtt egy utazást, vagy külföldön él és meg akar látogatni téged. Itt a kettes szám, ugyanúgy, mint a kelyheknél, utalhat szimbolikusan bizonyos szerződésekre is, és akkor az kihathat a munkahelyedre. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!